Súlyosan megsérült a horvát védelmi miniszter egy közúti balesetben, amelynek halálos áldozata is van. Mário Banozsigy Vinkovcit hagyta el éppen Zsupanya irányában, amikor összeütközött egy kis teherautóval. Annak a sofőrje a helyszínen meghalt. A minisztert először a Vinkovci kórház intenzív osztályára vitték, majd átszállították az eszéki klinikára. A baleset körülményeit a vukovári helyettes államügyész vizsgálja.